Ülésezett a közgyűlés, az ár- és belvízvédelmi helyzet, valamint a megye országos közúthálózatának állapota kapta a főszerepet a megyei közgyűlés májusi ülésén. Korszerűsítik az óvodákat, 700 millió forintból újul meg 6 óvoda Nyíregyházán augusztus végéig, jövőre pedig további 8 nevelési intézmény korszerűsítenek 760 millió forintból. Kevés a napszámos, a mezőgazdasági idénymunkások jelentős része inkább külföldre megy, ott ugyanis fizetésük 2 vagy akár 3-szorosát is megkereshetik. Az ár- és belvízvédelmi helyzet, valamint a megye országos közúthálózatának állapota kapta a főszerepet a megyei közgyűlés májusi ülésén. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ülésen 20 képviselő jelent meg, így a közgyűlés minden témában határozatképes volt. A 14 napi rendi pont megvitatása előtt átadták azt a 3 kitüntetést és emléklapot, amelyet a megyenapon nem tudtak átvenni az érintettek. Továbbra is vízhiány van a térségben, amelynek megoldására a tavaszi csapadékmennyiség sem volt elég, hangzott el Bodnár Gáspár beszámolójában. A Feti vízik igazgatója kiemelte az 1500 főt, akit közfoglalkoztatottként alkalmaznak, valamint azt a 172 távjelzőrendszert, amelyek a hegyvidéki eseményekről adnak folyamatos tájékoztatást a szakembereknek. Ez évente több, mint 10 millió forintos kiadást jelent a vízügyi igazgatóságnak. Az utóbbi években sosem látott fejlesztések valósultak meg a térségben, ennek is köszönhető az, hogy a kisebb belvízi helyzetek nem okoztak komolyabb károkat eddig az évben. Ennek ellenére vannak még hiányosságok. Az én kívánságom az volt tulajdonképpen a Feti vízik felé, hogy mindenképpen mielőbb érjük el azt az állapotot, amikor meg tudjuk tölteni a csatornáinkat lehetőleg folyó vízzel. Tehát úgy értem, hogy nem pangóvizek lesznek, hanem mozgásban lévő vizek, de megfelelő szinten tartott vizek, illetve a természetes puffertározóink azok minden esetben lehetőségekhez mérten, és akkor, amikor erre lehetőség van, kerüljenek megtöltésre, ugyanis ez nagyon nagyba befolyásolja a Szatmár-Bereg, illetve Felső-Szabolcsi térség talajvíz szintjét, amely pedig rendkívüli hatással van a mezőgazdaságra, ami ugye tudjuk megyénkben az egyik legfontosabb megélhetési forrás a turizmuson keresztül, tehát azt kell mondjam, hogy a víz az úr felettünk. Felmerült a gáton 8 km hosszan hiányzó kerékpárút befejezésének kérdése is. A tervek szerint Kocsortól Vásárosnöményig összefüggő kerékpárút hálózat épül majd ki, azonban ehhez még keresik a megfelelő forrásokat. Erre azonban csak a következő fejlesztési ciklusban kerül sor. A megye vízpótlásának helyzete leginkább a délnyírség, és ezzel összefüggésben a Hajdúhátságnak a vízpótlásáról van szó, amely hát komoly mezőgazdasági potenciálokat jelenthet, hogyha meg tudjuk oldani, hiszen ebben a térségben olyan termőtalajok vannak, amelyek hát most már a kiszáradás rémivel néznek nap mint nap szembe. Ez persze egy több tízmilliárdos program, hogy ezt meg lehessen oldani, illetve hát öntözési rendszereket lehessen kapcsolni. A vízügy is gondolkodik ennek a programnak a tervezésében, és ezt folyamatosan napirenden tartjuk a döntéshozóknál, az illetékes minisztériumoknál, agrárminiszter urat is ezzel meg fogjuk keresni, hogy a következő fejlesztési időszakra ennek a tervezési feladatai megvalósuljanak, és a következő 7 éves uniós fejlesztési ciklusból ezt a programot el tudjuk kezdeni megvalósítani. Nagy vitát váltott ki a közgyűlés résztvevői között a Magyar Közút ZRT és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT beszámolója. Top 1 keretein belül 69 kilométernyi út újul meg 6 milliárd forintból, és megépül az Ibrány-Nagyhalász csomópontjában régóta várt körforgalom is. Hasonló méretű beruházások valósulnak meg a top 2 és a 100 milliárdos program támogatásából is. A napi rendelőt szinte az összes közgyűlés tag felszólalt. Többen szóvá tették Győrtelek belterületét és a 38-as utat, de a legkritikusabb pontnak a határátkelő környéke bizonyult. Egy elkészült körforgalmat követő 5 méterrel már teljesen rossz a burkolata az útnak. Az kiderült itt, hogy ennek építési engedélye van 2019-ig, ezért rendkívül fontos lenne szerintem, hogy a munkát el is kezdjék, ameddig az érvényes építési engedély az út felújítására megvan. Javaslatot is tettem arra, hogy a közgyűlés foglalja majd ebben állást a következő ülésén, hogy kérjük ennek a megújítását. Ugyanilyen fontosnak tartom magam részéről, de valószínűleg mások is, és egyetértés is alakult ki még a szakemberekkel is, hogy a
Ömböly határátkelő helyre elkészült úttól Ömböly és Nyírbéltek települések között viszont nagyon rossz az út. Az új út az kiváló minőségű, ugyanakkor ott van egy 5 kilométeres, 4 kilométeres olyan szakasz, ami alig-alig járható. Szerintem annak a felújítására is mindenképpen rövidesen sort kellene keríteni. És itt más olyan útszakaszok is szóba kerültek még ezen kívül, ami részben más román-magyar határon megnyílt határátkelő helyhez vezető útnak a felújítását jelenteni. Szerintem ebben nagy egyetértés tud kialakulni a közgyűlésen belül a későbbiek során. Helmeci László is felszólalt a témával kapcsolatban. Ő azt kezdeményezte, hogy az autópályák legapróbb hibáinak javítása helyett a valóban kritikus útszakaszok nagy felületi felújítására helyeződjön a hangsúly. A sok hiányosság mellett a már felújított utakat is bemutatták. A közúttal kapcsolatosan arról hajthatunk, hogy nagyon sok közútunk megújult az elmúlt időszakban, és nagyon sok közút, amelyet megkívánunk újítani ebben vagy a jövő esztendőben, nagyon sok ilyen jellegű munkálat előkészült, hiszen ezek a munkálatok hosszú időt vesznek. Itt tervezési szakasz van, előkészítési szakasz van, természetesen pályáztatás van, és utána kezdődik majd a kivitelezés. Ezek az előkészületek folynak sok esetben, és úgy néz ki, hogy az idei évben is nagyon sok útunk meg fog újulni, és a jövő esztendőben 2019-ben is. A folyamatban lévő útfelújítások és a következő években induló fejlesztések egy része már nem uniós, hanem hazai forrásból valósul meg. Ehhez azonban további forrásokhoz kell biztosítani a hozzáférést. 700 millió forintból újul meg 6 óvoda Nyíregyházán augusztus végéig, jövőre pedig további 8 nevelési intézmény korszerűsítenek 760 millió forintból. A beruházások az óvodai ellátás minőségének javítását és a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatását szolgálják. A cél, hogy 2020-ra a város mind a 34 önkormányzati óvodája megújuljon. Ennek az épületnek a héjazat cseréje kezdődött meg, illetve egy külső. Már javában zajlanak a munkálatok a Búzaszem nyugati óvoda városmajori tagintézményében. Itt május elején kezdődött a felújítás. Az energetikai korszerűsítésen túl az udvarai része is megújul, a gumilapok cseréje mellett új játékokat is kap az óvoda. Bent pedig új csoportszobákat alakítanak ki, cserélik a fűtőtesteket, valamint felújítják a vizes blokkokat is. De nem csak a tagintézményben, hanem a székhelyi intézményben is zajlik beruházás. Székhelyi intézmény az később épült, jobb állapotban van, de a 9 csoportnak nem volt tornaszobája, most megkapjuk. Évek óta vágyunk erre. A városmajori tagintézmény pedig már nagyon elhasználódott állapotban volt. Gyerekek, szülők, dolgozók örömére megújul az óvoda. Nyíregyházán augusztus végéig összesen 6 óvoda újul meg 700 millió forintból. Ez összesen 1300 gyermeket érint. Az energetikai beruházások nem csak az óvodai ellátás minőségének a javítását szolgálják, hanem környezetvédelmi szempontból is jelentősek. Az üvegházhatású gázok kibocsátása 74 tonnával csökken ezáltal évente. A felújítások pedig jövőre további intézményekben folytatódnak. Újabb 8 óvoda felújítása lesz. Külső-belső, ahogy mondják, tehát az udvarok, mint ahogy itt is láthatók, játszótér is épült, tehát egy teljes körű felújítást végzünk, és annak az összege 760 millió lesz. Kovács Ferenc azt is elmondta, a cél az, hogy 2020 végéig az önkormányzat fenntartásában működő mind a 34 óvoda megújuljon Nyíregyházán. Egyre nehezebben találnak a magyar gazdák mezőgazdasági idénymunkást, ezt Apáti Ferenc mondta 35 perc című műsorunkban. A Fruitweb Magyar Zöldséggyümöl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke kiemelte, már a napszámosok jelentős része is inkább külföldre megy, ott ugyanis szabolcsi fizetésük 2 vagy akár 3-szorosát is megkereshetik. Én már 6-8 éve intenzív munkaerőhiány figyelhető meg a magyar agráriumban. A hiány leginkább a kertészeti ágazatokban észlelhető, mivel a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés állandó munkásaival ellentétben a kertészeti munkákhoz alkalmi dolgozókra lenne szükség. Különösen azokban a kertészeti kultúrákban van gond, amelyek úgynevezett rövid kultúrák, tehát mindössze néhány hónapra tudnak munkaerőt biztosítani, illetve munkalehetőséget biztosítani a munkaerőnek. Az a dolgozói réteg, aki még el akar menni a mezőgazdaságba dolgozni, alapvetően nem azokat az ágazatokat keresi, ahol mindössze 2-3-4 hónapnyi munkalehetőséget kap, hanem azokat az ágazatokat vagy vállalkozásokat, ahol akár egész évben lehet foglalkoztatni.
Apáti Ferenc azt is elmondta, azokban az években, amikor nagyobb a gyümölcstermés, több munkásra lenne szükség a betakarításhoz, és idén jó termésre lehet számítani. A Fruit Web alelnöke szerint a problémát nem lehet rövid távon orvosolni, mivel ahhoz a munkabéreket kellene növelni, vagy a mezőgazdaság gépesítését fejleszteni, de jelenleg egyik megoldáshoz sincs elegendő tőke. Nagyon sok gyümölcstermesztő gazdaság, aki profin végzi a dolgát, versenyképes, nyugat-európai viszonylatban, vagy a leginkább rettegett lengyel versenytársakkal szemben is versenyképes, nem mer fejleszteni, mert nem látja a fejlesztésnek a munkaerő hátterét. Tehát jelenleg nagy kérdés az, hogy ha telepítünk több 10 hektár új ültetvényt egy adott gazdaságban, akkor azt ki fogja betakarítani néhány év múlva. Tehát nagyon nagy visszahúzó erő a fejlesztésekben az, hogy nem látjuk a munkaerő hátteret. Apáti Ferenc hozzátette, országos szinten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még viszonylag alacsonyak a munkabérek. Jól lehet, az alkalmi munkások fizetése közelít az óránkénti 1000 forinthoz. Több mint 300 kárpátaljai és több száz hazai családot várnak június 9-én a Sóstói Múzeumfaluba a Kárpátaljai Magyar Családok Fesztiváljára. A rendezvény célja, hogy a hagyományos családmodellt, a tudatos családtervezést és a nemzeti identitás megőrzését erősítse. 2018-ra a családok évét hirdette meg a magyar kormány, ezért Nyíregyháza is otthont ad a programsorozat helyi vonatkozású állomásának. Kárpátaljáról érkeznek családok a Sóstói Múzeumfaluba, hogy hagyományaikat bemutassák a hazai érdeklődőknek, így az elképzelés szerint a határok által elválasztott magyarok megismerhetik egymás kultúráját és népszokásait. A határon túlról, Kárpátaljáról érkeznek ide nagycsaládos szervezetek, és különféle művészeti csoportok, akik bemutatják nekünk Kárpátalja kultúráját, Kárpátalja, nem is tudom, hogy talán azt mondanám, hogy hogyan őrzik ők ott a magyarságukat, és mennyire fontos nekik a magyarságuk. Ezt megmutatják a nyíregyháziaknak, illetve a megyéből, vagy magából, az országból, és jönnek több helyről szervezetten tagjaink, és megmutatják, tehát őnekik történik ez a bemutatkozás. Ennek az a jelentősége, hogy ugye a magyar kormány egyre inkább gondol a határon túli magyar állampolgárokra. Nyíregyháza alpolgármestere szerint számos programban vehetnek részt a hazai családok is. Többek között csoportos bemutatók, játékok, tréfás táncbemutatók és színi előadások is várják a kilátogatókat. Nagyon örülök, hogy 300 család érkezik a Kárpátaljáról, rengeteg olyan kulturális programmal, olyan hagyományőrző csoporttal és foglalkozással, amelyben megmutatják azt, hogy a szabolcsi régióhoz, a szatmári régióhoz képest miben másabbak az ő hagyományaik, azok a megőrzött emlékek, amelyeket őriznek kint a Kárpátalján. Az alpolgármester hozzátette, ez az egyik utolsó lehetőség, hogy a felújítás előtti állapotában lehessen látni a múzeumfalut. A következő hónapokban ugyanis részleges lezárásokra lehet majd számítani. Szombaton nyit a parkfürdő Sóstón, a hagyományokhoz híven ezen a hétvégén lakcímkártya bemutatás ellenében a 10 év alatti gyerekek térítésmentesen vehetik igénybe a fürdőszolgáltatásokat. A január 1-e óta bevezetett belépőjegyárak nem változnak a szezonban, és valamennyi korábbi kedvezmény is igénybe vehető majd. Nyáron, június közepétől minden vasárnap ingyenes bábszínházi előadások várják a gyermekeket, valamint idén is lesz éjszakai fürdőzés, Sóstófest, Sárkányhajó Fesztivál és Barkács-Bogrács amatőr főzőverseny, strandfoci bajnokság és Serfest. Az Alaegerszeg elleni 88-59-es győzelemmel zárta a szezont a nyíregyházi kosársuli, amely így a 11. helyen végzett az amatőr nemzeti bajnokságban. A hétfői évzárón elköszönt a csapattól Pap Klaudia, aki az élvonalbeli Beac Újbuda együttesénél folytatja pályafutását. Az NKS a következő bajnokságban a másodosztály erősebbik csoportjában szerepel majd. Az elmúlt évekhez képest szerényebben szerepelt a bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Persze alapjában meghatározta a csapat teljesítményét, hogy anyai örömök miatt Farkasinszki Orsolyát, sérülés miatt pedig Pap Klaudiát kellett jó ideig nélkülözni az NKS-nek. Az alapszakaszt a piros csoportban az 5. helyen zárt a Farkasinszki Gyuláni együttese, azonos mutatóval a felsőházi rájátszásba kerülő Kecskeméttel.
A folytatásban a középházban 12 meccsből 11-et megnyertek a nyíregyháziak, akik a zárófordulóban a Zalaegerszeget verték maga biztosan. Végül a 11. helyen zárt a nyíregyházi kosársuli, amivel a csapat szakmai igazgatója maximálisan elégedett. Úgy gondolom, hogy minden tekintetben meghatározó volt ez az év. Azok a játékosok, akik ugye előző évben már bontogatták szárnyukat, és néha-néha már pár percre pályára kerültek, azok most sokkal több játék lehetőséget kaphattak, és igen, voltak mérkőzések, amikor kimondottan jól játszottak. Na most az, hogy nem minden mérkőzésen sikerült azt a teljesítményt nyújtaniuk, az a rutintalanságnak tudható be, bármennyire is szerettük volna, hogyha kiegyensúlyozott a minden mérkőzésen, hogy azt az átlagot hozták volna, ez sajnos nem jött össze, de úgy gondolom, hogy ettől függetlenül mi ezzel a helyezéssel maximálisan elégedettek lehetünk. Mi vagy sikerült kihasználnunk a felsőházban való további szereplést, és elsősorban ez volt a célunk, hogy a legjobb 14 között végezzen a csapat, hogy jövőre ne a hátsó 14-be kelljen versenyezni, hogy itt ez sokkal színvonalasabb és jobb mérkőzéseket fog játszani a csapat. A hétfői szezonzáró vacsorán elbúcsúzott társaitól Papp Klaudia, aki 14 éves kora óta szerepelt a felnőtt csapatban. A tavaly a 3x3-as válogatott tagjaként világbajnoki ezüstérmet szerző irányító az élvonalbeli Beac Újbuda együttesénél folytatja pályafutását. Azért esett rájuk a választásom, mert nagyon tetszik ez a hozzáállásuk, hogy magyar játékosokkal akarják végigvinni a bajnokságot, ugye külföldi légiósok nélkül, valamint kaptam egy ajánlatot, hogy első számú irányító vezethetem a csapatot, aminek szintén nagyon örültem, nagyon pozitív volt, illetve az edzővel való első találkozás beszélgetésünk során is nagyon pozitív irányba terelte ezeket a gondolataimat, úgyhogy igazából ezért választottam őket. Farkasinszki Gyuláné elmondta, hogy a tanév végéig, június közepéig még tartanak az edzések, aztán 15-én a fiatalok számára tartott hagyományos játékos vetélkedővel ér végleg véget a 2017-2018-as szezon. A nyírbátori SC csapata nyerte az MLS regionális futszál bajnokságát a MÁD FC és a MEAFC előtt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei U17-es és U20-as bajnokságban a Nyíregyházi Sportcentrum végzett az élem, az U15-ös lányoknál pedig a Nyírség NSC B együttese lett az első. Az érintettek hétfőn vették át érmeiket az MLS megyei igazgatósága által szervezett díjátadón. 2013-ban az országban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indult el elsőként a megyei szintű futszálbajnokság. A következő években 8-10-12 csapat lépett pályára a hétfői játéknapokon. Az elmúlt év őszén már korosztályos csapatok számára is kiírta a bajnokságot az MLS megyei igazgatósága. A lány U15-ben 10 együttes, a fiú U17-ben és U20-ban összesen 22 gárda nevezett. A felnőtteknél 3 hajdúsági, 3 borsodi és 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes részvételével regionális bajnokságot rendeztek. Nagyobb színvonalú volt a bajnokság, mint talán az elmúlt egy-két évben. Köszönhető annak, hogy azért mind Borsodban, mind Hajdúban voltak olyan csapatok, akik annak idején MB2-be versenyeztek, aztán egy-két évig úgymond inaktívak voltak, de most újra belekerültek a vérkeringésbe. Ennek ellenére viszont egy újonc megyei csapat, a Nyírbátori Sportklub együttese nyerte meg, aki már az osztályozón is túl van, és ott sajnos egyetlen egy góllal maradt le a Szeged ellenében a feljutásról. Bár ennek ellenére még nyitva van a kapu az MB2 kapuja előttük, hiszen az esetleges visszalépések után még őt felkérhetik az MB2-re. Bízunk benne, hogy Nyírbátor révén egy újabb MB2-es futszálcsapatunk lesz. A nyírbátoriak sikertörténete baráti összejövetelként indult, végül pedig aranyéremmel zárult. Nagyon jó társaságot sikerült összeszednünk, felépítenünk. Az elején úgy indultuk, hogy baráti társaság, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Az eredmények jöttek, hála Istennek a szponzorok és támogatók is odaálltak, a végére már, fél szezonnál már úgy bántunk, hogy mindenféleképpen meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, és sikerült is, örülünk neki. A felnőtteknél a Nyírbátor SC mögött a MÁD FC és a MEAFC végzett. Az U17-es fiúknál a Nyíregyházi Sportcentrum mögött a Tarpa SC lett a második, a harmadik pedig a Levelekese lett. Az U20-asoknál a Sportcentrum mögött Székely Tím, Tarpa SC volt a sorrend. Az U15-ös lányoknál a Nyírség NSC, a Máté Szalka, a MTK és a Fehérgyarmat SC követi a tabellán. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Az ár- és belvízvédelmi helyzet, valamint a megye országos közúthálózatának állapota kapta a főszerepet a megyei közgyűlés májusi ülésén. 20 képviselő jelent meg, így a közgyűlés minden témában határozatképes volt. A 14 napi rendi pont megvitatása előtt átadták azt a 3 kitüntetést és emléklapot, amelyet a megyenapon nem tudtak átvenni az érintettek.
700 millió forintból újul meg 6 óvoda Nyíregyházán augusztus végéig, jövőre pedig további 8 nevelés intézmény korszerűsítenek 760 millió forintból. A beruházások az óvodai ellátás minőségének javítását és a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatását szolgálják. A cél, hogy 2020-ra a város mind a 34 önkormányzati óvodája megújuljon. Egyre nehezebben találnak a magyar gazdák mezőgazdasági idénymunkást, ezt Apáti Ferenc mondta 35 perc című műsorunkban. A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke kiemelte, már a napszámosok jelentős része is inkább külföldre megy, ott ugyanis szabolcsi fizetésük két vagy akár háromszorosát is megkereshetik. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták május 29-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Továbbra is meleg, de valamivel szárazabb és kevésbé labilis levegő érkezik fölénk, emiatt a következő napokban gyengül a csapadék tevékenység hazánkban. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható. Zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is folytatódik a meleg, nyári idő sok napsütésre, 30 fok körüli csúcsértékekkel, de valamivel szárazabb levegő érkezik fölénk, így csak elvétve fordulhat elő majd zápor, zivatar. A hét végétől ismét több helyen várható csapadék, emiatt enyhül majd a kánikula, a komolyabb lehűlés azonban még várat magára.